Az óvoda udvarán ezeken a lefestett autógumikon még Tisza Eszlár alpolgármestere is játszott annak idején, mesélte el Vajda László polgármester. A tiszaeszlári óvoda, a teleház és a református templom előtti park is rekreáción esik majd át. Tiszaeszláron megindult egy fejlődés. Tulajdonképpen ez az óvodai fejlesztés rész is, annak a fejlesztésnek egyik része, egyik állomása lesz, amit a tiszaeszlári önkormányzat képviselőtestület szeretne megvalósítani. Erről az óvodánkról tudni kell azt, hogy 1953 óta nem igazán történt vele semmi. Van itt jelenleg is most az épületben egy képviselő, aki még azokon a gumikon ugrált gyermekkorában, akik még most is ott vannak. Tehát most elérkezettnek láttuk az időt, hogy Tiszaeszlár központját is egy picit átalakítjuk, hogy ezzel együtt a teleházat, óvodát, pályázati pénzből, topos pályázati pénzből szeretnénk felújítani. A településen több mint 100 óvodáskorú gyerek van. Az óvodabővítés lehetőséget ad arra, hogy a gyerekek ellátása egy épületben történjen a későbbiekben. Az óvodai helyek számában annyit változtatnánk, hogy nekünk van Basalmán is egy külterületi óvodánk, hogy a basalmasi óvodásokat is szeretnénk majd behozni ide, és ugye jobb körülmények között lennének a gyerekek, hiszen a bővítésben szerepel egy új óvodai szoba, tornaterem, terasz, tehát, és nem beszél ugye a gépészeti meg felújítás is, és itt a gyerekek akkor ezt igénybe vennék, hiszen most per pillanat három helyen vannak óvodásaink, még itt az iskola egyik épületében, a Katica csoport, az még egy külön helységben van. És most így egy helyre kerülne minden óvodás. Az energetikai korszerűsítés érinti az óvodát és a teleházat is. Napelemrendszer épül ki, nyílászáró cseréket eszközölnek, és hőszivattyús fűtésrendszer segíti majd a gazdaságosabb fenntarthatóságot.